Hello, hello, szia, sok szeretettel üdvözöllek a mai videóban. Hát a mai videóban elképesztő airdrop lehetőségekről fogunk neked beszámolni. Van egy projekt, ami épít egy Layer 2 blokkláncot, és már eddig is volt airdrop, viszont van még lehetőség további airdropokra, úgyhogy nagyon-nagyon izgalmas lesz. Ez egy időérzékeny videó, úgyhogy ne szalazd el az időt, nézd meg mindenképp, vasárnap estig van időnk, úgyhogy Szűkös az idő, de nem lehetetlen. Én Klerb Miklós vagyok a kriptományzba, elhozom neked a legfrissebb kriptohíreket, technikai elemzéseket, altcoin, NFT, DeFi, AI, Web3 újonságokat, és itt van velem Szabó Péter barátom a Konyhírektől vele, fogjuk ma bemutatni, vele együtt fogjuk bemutatni ezt a fantasztikus lehetőséget, úgyhogy kezdjük is a kövér lánykkal, ami elengedhetetlen, hogy azért, hogy a YouTube minél több embernek megmutassa ezt a videót, és ugye iratkozz fel, akár a kriptomás csatornán nézed, akár a konyhireken feltétlenül iratkozz fel a csatornára. azt is el kell, hogy mondjuk úgy, hogy nem pénzügyi tanácsadást végzünk, hanem információt hozunk egy lehetőségről, mindenki saját pénzügyi helyzetének tükrében mérje fel, hogy ez neki való-e vagy nem való, illetve ennek megfelelően tegyen bele bármilyen pénzt is. Az Erdóbb vadászat azért egy kicsit lazább dolog, ugye ott például az Arbitrum Erdopnál ugye feladatokat csináltunk pár dollárra vagy pár száz dollárral, és ugye négyezer dollárt kaptunk, szóval azért érdemes ezeket az erdopokat komolyan venni. Na de Csapjunk is be, itt látjátok mögöttem ezt a gyönyörű kis bitcoin logót? ezt megmutatom azért. Ez nagyon frankó, Peti, szerintem majd rendelek neked is egy ilyet. Az egyik közösségi tagunknak van egy webshopja, és ő árulja. Miután megrendeltem, utána, rá, utána írt rám, hogy ezt tőle rendeltem, úgyhogy Franko, De be fogom tenni majd a linket ide a videónk leírása, úgyhogy meg lehet majd nézni. Na, Peti, tiéd a szó, akkor nézzük ugye a blurről lesz szó, amit már egy jó ideje gyűjtögetünk, veszegettük itt a, a, medvepiacba, és ugye most már a megvásárolt blőrök azon kívül, hogy megy fel az ára, mert ugye a Binance listázni fogja, vagy talán már listázta is ma, a, viszont ugye a nagy dobás az jövő évben fog eljönni, amikor ugye kijön a saját Layer 2 blokkláncuk. Először nézzük meg, Peti, hogy a Blur Erdopnál mi a, mi a teendő, hogyha részt szeretne venni a kedves videónéző hogyan ö, tudnak -e részt venni. Oké, okay. üdvözöllek benneteket, és hogy a Miki mondta, valóban itt egyrészt időérzékeny tartalomról van szó, másrészt azt gondolom, hogy nem csak időérzékeny, hanem mindenki számára nagyon fontos, hiszen anyagi előnyöket tud rejteni az a tartalom, amit most meg fogtok nézni. Na nem is húzom tovább az időt, hanem megmutatom először a, a Blur ö, harmadik szezonjának az airdrop lehetőségét. Ugye itt már ezt két szezon megelőzte, ahol aki ö, sokat foglalkozott NFT-kkel, illetve sokat használt ezt a Blur Marketplace-t, jelentős Blur token kiosztásra tudott szertenni. Ezt meg tudjuk tetézni ugye a jó hírekkel, amik menet közben a Blur tokennel kapcsolatban folyamatosan ö, érkeznek. Na, kukancsunk is gyorsan rá. A... Okay. a... Menj csak bátram, a megosztás. Képernyőt. Oké, okay. tehát uh, itt vagyunk a, a Blurnek az oldalán, ugye itt a, a, bal felső menü az érdekes, ahol a kollekció, portfólió, activity, meg az airdrop menü van, és itt az airdrop menüre mentünk rá. Uh, a szezon 2, season 2 már lezárult, itt, aki kapott, az kapott. Erdőpot én megmondom őszintén, hogy nagyon nem használtam ezt a marketplace-t, hanem inkább az open t preferáltam, de lehet, hogy ez a jövőben meg fog változni. Már csak azért is, mert erőteljesen én azt gondolom, hogy ez a verseny a blur oldalára fog eldőlni. Viszont a a Season 3 vagy Season 3-nek az airdropjáról nem szeretnék lemaradni. Ez két dologból fog összetevődni. Először is blur pontokat tudunk gyűjteni, méghozzá azzal, hogy mennyi bidünk volt, mennyi landing pontot gyűjtöttünk, mennyit listáztunk, és ugye a listázás után egy loyalty-t kapunk. Én ezt csak most kezdtem el, tehát még nagyon alacsony minden pontszám, illetve valami nullán van, mondom, most kell áttérnem erre a Blur marketplace-re. Illetve van egy másik érdekessége, ez pedig az úgynevezett holder pontok gyűjtése. Mit takar ez? Ez annyit takar, hogy ha erre az oldalra, amit itt látsz, hogy hold.blur.fundation, blur, blur token tehát küldesz be, itt látjátok, hogy nekem 8016 blur tokenem be van küldve, akkor folyamatosan holder pointokat gyűjtesz, tehát ha itt tartod, akkor ezért jutalmaznak, tehát ezen az oldalon tartod a, a blur tokenedet, ezért meg fognak jutalmazni. Hogyan jutalmaznak meg? Ugye itt láthattok egy listát az oldal legolja, hogy november 20-26-ig, tól meg ugye utána terjedően hogy hogyan változik a pontkiosztás. Aki november 20-án már itt tartotta a Blur az ö, óránként négy pontot kapott minden Blur token után, és ez napról napra az idő haladtával csökkenni fog ez a pontszám, amit kaphatunk. Tehát látjátok, hogy én 20.040 pontot kapok mondjuk most óránként, illetve van egy multiplikátor, ami ö, havonta 0,5%-kal nőni fog. Ö, tehát egyrészt jelentősen lehet növelni ezzel a, a holder point kitettségünket. Miért lesz ez fontos? A blur airdropnak, tehát a season free, a szezon 3-nak, vagy a harmadik szezon airdropjának a, a, pontszámának a felét az fogja kiadni, hogy te milyen holder score rendelkezel, tehát ez a pontszám, amit itt kijelöltem nektek, ez mekkora ebben az esetben. A többi pedig ugye a, a Blur Points-ból, tehát ebből a táblázatból, amit itt kijelöltem nektek, ebből fog összetevődni. Tehát ebből a kettőből tevődik össze a, a harmadik szezonnak, vagy ö, ö, igen, a harmadik szezonnak a, a Blur token kiosztása majd az airdrop keretében. Oké, okay, tehát ezt így nagyon-nagyon fontos ö, megnéznünk, és mutatok nektek pár érdekességet, ugye itt van a Blurnek a Twitter oldala, a blur pont tájó, és e mögött a blur, mögött a paradigm áll. Ugyanúgy, ahogy mutatni fogunk a Mikivel nektek egy lehetőséget, ez egy layer-to-megoldás lesz, és a blurrel elég rendesen össze van fonódva. ez kérem szépen a blast, és a blastnak is van egy airdropja, amiből ki tudjátok venni a részleteket. Hogyan működik ez az airdrop? Peti, egy picit még a, akkor a blur airdrop kapcsán akkor annyi elég, amit, amit ott mutattál, hogy, hogy vásárolni blurt és stékelni, és amíg stékeljük, ugye ezek a bonyolult rendszerben különböző ilyen pontokat, meg szkórokat kapunk, és az, hogy most ez dollárban mit jelent, azt nem tudjuk megmondani, és soha nem tudjuk egy, egy airdropnál, hogy egyáltalán kapunk-e, illetve, illetve az, hogy mennyit. Ugye itt a, a Blurnél, mivel már volt airdrop, ezért ott nagyon valószínű, hogy, hogy kapunk, szóval itt nem az a kérdés, hogy igen vagy nem, hanem az, hogy mennyit, mivel viszont ugye egy, egy olyan NFT piac van szó, ami kihívója az OpenSea-nek, ezért mindenképpen van potenciál, ezért is ugye vásároltuk még az airdrop előtt a, a, a Blur tokeneket, hogy ö, ugye föl tudjuk majd arra készülni, hogy mi lesz, hogyha majd az OpenSeet-t megelőzi. Ez az egyik, úgyhogy a, ugye a Blur airdropját meg tudjátok ott tenni az eddig bemutatott odalakon, aminek ugye a linkét majd betesszük a, a, a leírásban. Így van, amúgy hadd reflektáljak arra, amit felvetettél, nem hogy kihívója az OpenSea-nek a blur, hanem két lábbal fogja letaszítani a a trónról a, a blur marketplace az OpenSea-t, Hogyha ha az OpenSea az OpenSea-vel kapcsolatos híreket követitek, akkor tudjátok jól, hogy erősen visszaesett az aktivitás, de mondjuk jó ez az egész NFT piacra igaz volt, illetve az alkalmazottak jelentős részétől is megváltak, Ehhez képest a blur ez egy új erőt képvisel ráadásul hogyha nézitek, végig is a Blur, ez egy agregátor oldalként is működik, összegyűjti a különböző NFT ajánlatokat, és sok NFT-hez olcsóban hozzá lehet jutni itt, mint mondjuk az Open scene. Tehát ilyen szempontból is érdemes a Blur-t használni, meg ilyen szempontból is mondtam, hogy én például fogom ezt a, a Blur felületet a jövőben használni. És igen, tehát ö, Ugye a Blur a fő eteromhálózatot használja az OpenSea-hez. Hasonlóan igaz, hogy az OpenSea-nél lehet poligont is, legjobb tudomásom szerint használni. A Blur egy kicsit elébe megy, illetve a Blur mögött álló paradigm egy kicsit elébe megy ennek a kérdésnek, mert mindenki tudja jól, hogy a bika piacban sőt ez már ebben a kis növekvő trendben, amit most tapasztalhatunk is látszik, hogy ha csináltok egy tranzakciót a fő Ethereum hálózaton, akkor iszonyatos magas fíket kell kifizetni. És itt szükség van egy olyan Layer 2 megoldásra, ami tudja az Ethereumot skálázni, és ez a Layer 2 megoldás lesz a BLAST, ami ugyanúgy a Paradigm-tól érkezik, tehát hogyha itt a About-ot megnézzük a Blast.io oldalon, akkor itt számtalan technikai tudnivalót meg tudunk nézni, a Blast elképzeléséről, illetve ennek a Layer 2 láncnak az elképzeléséről. Ugye itt látjátok, hogy a Paradigm, illetve a Standard Crypto van mögötte, és nyilván ami minket a legjobban érdekel, hogy hogyan tudunk a lehető legtöbb előnyre szert tenni a Blastnak az indulásából, és erre szolgál ez az airdrop, amit a Mikivel most bemutatunk nektek. Mire való ez az airdrop? be tudsz bridge a fő hálózatról ide a Blastra eteromot, és azzal, hogy ezt az ethereum itt tartod, ugye amit ide bebridge azt tudnod kell, hogy február 24-ig le van kötve, február 24-e után kiküldhető lesz, és maga az airdrop az május 24-én fog megtörténni, Uh, amit ezzel kapcsolatban még tudni kell, látjátok, hogy itt nekem eddig 0,22 eteron van beküldve, de én ezt jelentősen fel fogom skálázni, vasárnapig van erre opcióm, én ezt már vagy ma este, vagy hmm. holnap. Vasárnap uh, éjfél angol idő szerint, vagy milyen idő szerint? Hát én azt gondolom, hogy UTC időzóna, de ennek most uh, alaposan UTC. kellene túrnom. Én nem hagynám az utolsó pillanatra, meg én nem is fogom személy Jó, kérdődős. hát akkor legkésőbb vasárnap éjfélig csináljuk meg, mert ugye a UTC Aha. az most hát. elvileg kettő, igen, de tudja. <laughs> igen, igen, az, az Hétfő, két óra, ugye éjjel kettő, de, de ha vasárnapi ebéd előtt megvan, akkor azért az biztosan jó lesz, tehát az, az bele fog férni a történetbe. Na, a lényeg, hogy azzal, hogy itt tartjátok az Etheromotokat, yieldet fogtok kapni, tehát Etheromban 4%-ot, de ezt meg is mutatom a Twitter fiókban, hogy bizony itt tudjátok gyűjteni, Ethereumra 4%, stable stablecoin pedig 5%-ot tudtok kapni, plusz ugye az airdrop szempontjából nagyon fontos hogy blast pontokat tudtok gyűjteni. Ami a nagyon brutális az egész történetben, hogy ez egy tegnapi tweet, vagy nem tudom, ez hogy nevezik, X-nek nevezik, most mindegy, legyen tweet még, Ö, hogy két, két, nap alatt, tehát 48 óra, 230 milliónyi ö, dollárnyi TVL ö, van, tehát totál value van a, a, a Blast-nak a felületén. 37 ezer usertől, de hogyha visszamegyünk az oldalra, akkor az oldal alján már láthatjátok, hogy ez per pillanat 439 millió, és 52 ezer usertől, tehát egy robbanás ja, tapasztalható én, ebben. Ez hát már majd fél milliárd dollár. Hát az egy brutális, brutális dolog lesz, és ebből következtethetünk arra is, hogy az airdrop is egy nagyon-nagyon érdekes dolog lett, hogy mennyit kapunk, hogyan kapjuk, nem tudom. Tehát, hogy milyen tokenben, de hát nézzétek, kockázatot jelentőset nem vállaltok, nyilván biztonsági kockázat felvetődik, hogy iszonyatos mennyiségű eteromot bridge-elnek be erre a felületre, ezt mindenki maga mérlegelje értelemszerűen, viszont egyéb kockázatot nem válasz, hiszen jelentős cég áll a Blast mögött tényleg komoly fejlesztői know-how-val, és hát az az Ethereum, amit ide beküldesz, az, az február 24-e után kiküldhető lesz. Uh -huh. Tehát, ha itt hát ugye azt, a szögezzük le, hogy ugyanúgy ethereum lesz, csak nem az Ethereum blokkláncon, hanem ugye a Blast Igen. Layer 2 blokkláncon, ami ugye az ethereum épülő Layer 2 ami ugye kifejezetten arra szolgál, hogy a különböző eszközök termeljenek jutalmat, termének rewardot, ne csak álljanak, ugye ez a, ez a, fő üzenete ennek a Layer 2 blokkláncnak, meg ugye maga a, maga a van összeköttetésben. Az, hogy most a az AirDropot blurben kapjuk meg, vagy ugye lesz egy blast token, azt ö, nem tudjuk. Viszont az idebe bridgelt eteromod az ugyanúgy eterom, ugyanúgy most ugye éppen nézem 2100 dollár, úgyhogy kitört föl fel az eterom, aminek szerintem 3000 dollár lesz egyébként a következő megálló, hogy ott van a következő ellenállás. Szóval ugyanúgy az az eterom lesz, mint mintha Ethereum blokkláncon tartottad volna, ugyanúgy fölmegy az ára, és el tudod majd dönteni február 24-én, amikor ö, ugye. Ö, ki lehet vidrovolni innen, hogy tartod a blast blokkláncon, vissza bridge az Etherom blokkláncra. Én azt gondolom, hogy tuti, amikor itt ez lejár, akkor szerintem nagyon frankó különböző farmok és staking rewardok -ok lesznek eteromos párokra. Itt, úgyhogy ez csak az én érzésem, de majd meglátjuk akkor, de értem az az, hogy Etheromban tartjuk, amit a Peti meg elmondott, az egyetlen kockázat az, hogy ugye a Bridge az valójában egy olyan platforma, ahova beküldjük a. a az eszközeinket át van forgatva, a másik blokkláncon. A, ilyenkor szerintem már nem a bridge-en tartjuk, hanem ugye addig van a bridge-en, amíg ugye az át ér, úgyhogy a bridge-eket igen, meg szokták hekkelni, annak van egy kockázata, de én ettől így nem látok kockázatot, mert szerintem a bridge-elés után már átkerül ide az eszköz, és utána itt lekötve, valójában egy sztékelést hajtunk végre, és a, staking kontraktok viszont a legtöbb esetben biztonságosak szoktak így precíz, így a precíz, ahogy a, a Miki mondja. Az a bridge, amíg a 10 perc, amíg mondjuk megtörténik, ugye? Igen, <laughs> addig, áll fenn a bridges kockázat, de ugye ez, 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 sem, ez, sem, ez, sem, annyira gyakori, de, de tudjuk azért, hogy a, a, a bridge-eket előszeretettel szokták hekelni, de nem, nem mindegyik bridge-et lehet meghekelni ezt azért. Hozzáteszem. Így van. Az airdrop szempontjából, tehát beszéljünk egy kicsit a blast airdropról. Mi az érdekes? Ugye két opciód van. Egyrészt pontokat gyűjtesz folyamatosan attól függően, hogy mennyi ethereum küldtél küldtél idebe, tehát bridge be. A másik pedig van egy közösségi lehetőség is, amikor meg tudsz hívni, tehát azzal, hogy te ide eteromot küldesz be, kapni fogsz ajánlói linkeket. Ezeket az ajánlói linkeket ki tudod küldeni az ismerőseidnek, barátaidnak, és tudtok egyfajta közösségi gyűjtést csinálni. Egyrészt ugye itt van, itt van, hogy a meghívás hogyan működik, tehát ahogy ugye te is az eterom lekötéseddel pontokat gyűjtesz, úgy azok is, akik neki küldted az ajánlói linkedet, ők is pontokat fognak gyűjteni, és az ő pontszámuk után is részesed plusz azok után is, akiknek ők kiküldték, tehát mondhatnám azt, hogy ilyen direkt, meg indirekt szinten, de ezt itt nem vegyétek ennyire komolyan, nem egy MLM rendszerről beszélünk. Itt inkább egyfajta közösségi gyűjtés, és egy nagyon frankó marketing van, de ezt a blörtől azt gondolom, hogy megszoktuk, és, és ugyanez az ötletes marketing eszköz, illetve eszközök vannak itt is. Itt ugyanis van egy olyan cél, egy közösségi gól, hogyha te kiküldöd az ismerőseidnek a meghívó linket, amit kapsz az Ethereum beküldésedért, akkor, ha összeraktok az ismerőseiddel közösen, tehát a direktjeiddel közösen 5 öt Ethereumot, akkor kapni fogtok egy, egy squad rewardot. Ugye itt van egy ilyen úgynevezett lucky draw is, tehát itt tudtok pörgetni egyet, ezért is járhat jutalom, hogy pontosan mi azt megmondom, őszintén nem tudom. Viszont érdemes ilyen szempontból ezt az öt etereumot összerakni, mert akkor extra jutalmakhoz lehet hozzájutni, plusz az öt eterom megvan, akkor kapni fogsz még tíz meghívó linket. Alapból ez azt hiszem 8 meghívó link ö, jár az eterom beküldésért. Ezt, ha megvan az öt eterom közösségben, akkor még tízzel meg lehet ö, fejelni. És ugye itt ebből a, a Squad Rewardból a közösség minden tagja részesedni fog. Úgyhogy a Mikivel ezt is ö, csináltuk meg. És ugye a Mikivel azt beszéltük meg, hogy itt a, a videó második felében a gyakorlati útmutatóban a Miki meg fogja neked mutatni ezt, hogy hogyan küldi be ide az ethereum Oké. Jó, akkor egy picit foglaljuk össze. Szóval az a lényeg, hogy egyrészt kapunk alapban egy rewardot, ugye ez a 4 százalék Ethereum esetében, USDT esetében 5 százalék az, hogyha jelünk ide. Ugye, hogyha február 24-ig lekötjük, akkor még megkapjuk ezek az egyéb pontokat, amivel ugye airdropra jogosultak leszünk, nem tudjuk megmondani, hogy 100 dollár, 1000 dollár, 5000 dollár az airdrop értéke, de valószínűleg azért pár száz vagy pár ezer dollár lehet az értéke, és azzal, hogy így kvázi csapatban dolgozunk, és egy csapatban legalább öt eteromot bestékelünk, illetve bridgelünk, és utána besztékelünk, így ugye lehetőség van arra, hogy kapjunk egy ilyen extra squad rewardot, ami ugyanúgy kvázi pénzzel jár. Ugye most a Peti csoportjával ez az öt megvan, most ugye a következő feladat, hogy a CryptoMinds csoportjában legyen ez meg. Úgyhogy, ha ez téged érdekel, ugye ez nincs egy standard referál link, mert sajnos nem tudom mindenkit elfogadni. Szóval, hogyha valaki 0,01 eterommal szeretne jönni, sajnos azt nem tudjuk elfogadni. Úgyhogy azok, akik legalább, legalább 1000 dollárra gondolkodnak, egy 0,5 eterommal tudnának érkezni, akkor mindenképpen kérlek keres, értemszer, ha kriptományt nézel, akkor engem, az e-mail ott van a leírásban, kriptományz gmail.com, Peti esetében, meg hogyha konyhíreken nézed ezt a videót, akkor keres Petit, Peti téged hogyan tudnak legkönnyebben elérni. engem a saját CoinHírek Facebook csoportomon keresztül lehet a legkönnyebben elérni, de a videó leírásában oda fogom rakni a közvetlen elérhetőségeimet. Tehát azon keresztül meg tudtok keresni, ebben lesz e-mail cím is, jó, akinek a szimpatikus, de igazából nekem már az az öt fő, illetve az a nyolc fő, akiből összerakom ezt az öt heteromot, ez már megvan. Viszont nyilván, ha megkapom a plusz tíz ajánlói linkemet, akkor ugyanúgy folytatódik ez a móka, jó? Persze, meg ugye töltsük tenni. föl a kriptomájcnak a, ugye ezt az öt eteromát, hogy az lenne I, most nem. a cél. És ugye azon belül, hogyha megvagyunk, akkor utána meg szívesen segítünk, ugye annak, aki azt mondja, hogy én ezt barátokkal megnézném, és ugyanúgy öt eteromot, akkor értem majd azon linkek kiosztásában mi is közben tudunk járni. Oké, okay, akkor ennyi, hogyha ezzel szeretnél élni, akkor ugye feltétlenül direktben kontaktálj minket, mert nem tudunk mindenkit meghívni. Viszont aki legalább fél eterommal, ugye ezer dollárral tud érkezni, ott várjuk szeretettel. Jó, akkor Peti, menjünk és nézzük meg, hogy hogyan is kell <laughs> becsatlakozni majd. Úgyhogy osztok én képernyőt, megnézem, hogy a fölölő valetban vagyok-e, és akkor neki tudunk-e ugrani ugye egy Twittert kell majd csatlakoztatni, valamint ugye Discordhoz kell majd csatlakozni, és akkor elvileg minden itt lesz frankó. Jó. Oké. Okay. Jó, ugye itt vagyok a, az oldalon, ugye blast.io, early access, a referál linket másoltam ide, de azért még egyszer a biztonság kedvéért bemásolom, hogy tutira. Az legyen, úgyhogy ti is majd azt tegyétek, hogy a, a feltétlenül a referál linken, amit megkaptok, ugye azzal érkezzetek meg. Jó, megtörtént. Oké, okay. Szuper. Akkor mi a teendőnk? A reading in white code. Nincs hang Peti. Igen. Oké. Okay. Uh, aha. Redim invite code. Igen, igen. Jó. To join early access, get invite code. Super, uh, connect kell a Twittert, hogy ezt úgy tudod megcsinálni, hogy ugyanabban a böngészőben be vagy lépve a Twitterre. Ugye én be vagyok lépve. Egyébként, uh, ha még nem követsz, akkor feltétlenül, ugye, kukac Miklós Benklet kövesd, és tudjuk, hogy minden kriptóhír a Twitteren zajlik, úgyhogy Connect Twitter, connect Twitter ez az első, amire ugye itt rákattintunk, ezzel ugye a Twitter fiókodon be fogjuk követni a, plasztot úgyhogy hozzá szeretne férni, alkalmazás engedélyezése, és akkor így hozzá fogunk férni. Szuper, Rendben, ez megtörtént, akkor jelenleg csatlakozunk a Discordhoz. Ez a következő lépés. Ugye ez ugyanúgy a Discordon is kell, hogy legyen egy fiókod. Ugye leginkább mi a Telegramot használjuk, hogy a CryptoMinds közösséggel ott kommunikálunk, de van Twitterünk, úgyhogy használjuk a Twittert. Most még itt a Zoom dologtól nem látom, de autorizra ra kell itt alul menni. Oké. Okay. Miklós Dentler, szuper gondolom ezt a Twitter Twitterről emelte át, vagy igen, a Twitterről emelte át a user nevet. Igen. Jó, kipa minden, úgyhogy ezzel meg vagyunk. Ezzel meg vagyunk, csak a fiókot kell csatlakoztatni, ilyenkor ne egyetek meg, mert nem látszik azonnal az oldalon, egy kicsit le kell kicsinyíteni az oldalt, mert ez így. Jó, akkor három pötty, Aha. és kicsinyítsük le. Egy picit, és akkor így már látszik is a. 80%-ra, ha, és hol a pont, mert én nem látom. Ott van lent. Lent van, Ja, igen, eltakarta a zoom. Connect wallet, uh, ugye metamask-kal fogok jönni, amit ugye ledgeren keresztül használok. Na, egyébként az airdrop ugye külön valetet szoktunk használni, viszont mivel ugye ez már egy működő dolog, uh, ugye mind a, a Blur, mind a, a ugye a Blast, én a, a, a rendes uh, wallettal jövök, amit egyébként ledgerrel használok. Jó, viszont akkor most be kell dugnom a ledgeremet, és jól el kell hagynom, úgyhogy a, a addig egy kis türemet, Peti, addig légy szíves mondjál még egy-két dolgot, amit fontos lehet. Jó, hát ahogy láthatok, a Miki ugye végrehajtotta a legfontosabb lépéseket. Ezután semmi más dolgunk nincs, majd ezt úgyis látni fogjátok, összekapcsoljuk a Metamask tárcánkkal, és rá fogunk kattintani, ezt majd a Miki mutatni fogja a, a Bridge gombocskára, és hát nyilván kijelöli majd, hogy hogy mennyi eteromot szeretne ö, beküldeni. Arra figyeljetek, yeah. hogyha közösségi gyűjtésben csináljátok. Tehát ezt az öt eteromos célt el kell érni, hogy 0,1 eteroma beküldhető minimum, viszont ö, alapvetően 8 linked van, ö, és hát 0,1 eterom ez nem fog segíteni ebben a, a, a ebből a szempontból. Tehát mindenképpen úgy kell, ö, megoldani a kérdést, hogy, hogy összejöjjön az az öt eterom, hogyha a squad reward-ra is kíváncsiak vagytok. Uh, Oké, okay. ezután rá tud menni a Miki hogy check airdrop. Megnézzük itt most, doppergésnek lenne a helye. Uh -huh. Analizálja a valetemet. Nagyon uh, jó. Continue anyway. Free, free már, már megerőlegezi a gazdagságot. <laughs> Continue anyway, igen. Oké, okay, okay. és akkor itt tudod beküldeni a, azt a mennyiségű Etheromot, amit szeretnél, ugye bebridge Ugye látszik, hogy a pénztárca van, 1,2 uh, etterom, ugye egy eteromot fogok most ide uh, beküldeni, kerek egyet, úgyhogy a, a, ha úgy nézzük, akkor Peti, akkor az én csapatomnak, vázi a négy eteromot kell már csak, ugye? Így Szedi vasárnap estig. Jó, Submit. Oké. Okay. Jó, most már történik egy bridge. Ugye egy eteromot fogunk átvinni az eterom hálózatáról a blast eh, hálózatára, és eh, ugye jönnek az aláírások. Ezt a fire-t egyébként érdemes használni, mert ez ilyenkor analizál mindent, és hogyha például egy SCAM oldallal akarnék eh, eh, foglalkozni, akkor eh, akkor ugye kiírja, Úgyhogy jelenleg aláírok ledgeren, Ugye az Ethereumon a tranzakciós díjak fölmentek most, hogy ugye az Ethereumnak ugye az ára elkezdett szépen fölfele gyalogolni. Igen, Miki most éppen dobol a Ledger márkájú tévé távirányítóján. Deposit pending to blast, de elvileg alá van írva. Uh -huh. Jó, hát mindjárt majd a tranzakció sikeres lesz, aztán megtörténik. Ne, és akkor a Mikinél majd látni fogjuk, hogy Oké, okay, megtörtént a depozit. Uh, Oké, okay, tehát látjuk itt ugye ez az invites fület, hogyha bezárjuk, ott van egy X-ecske, akkor látni fogod, hogy vannak uh, még ezt ezt is. Itt ugye a közösségi gyűjtés van leírva, és akkor már látszik, hogy a kriptománycnak a közösségéből, az öteteromból egy már ott van, és itt vannak a mikinek a, a linkjei, amiket ki uh, fog tudni küldeni. Ezek, azokat, <laughs> a, ezek azok a linkek, amiket el kell, hogy kérjetek majd tőle. Most azért fél eteromban maradtunk, mert hogyha fél eterommal jön mindenki, akkor ugye nyolc linkkel teljesen nem elünk, de értem hogyha a látjuk, hogy akár valaki mondjuk egy, vagy másfél, vagy netán két eterommal jön, akkor értem szerint több linket is ki tudunk osztani, ezt posztolni fogjuk ugye a Telegramon, de hogy a Peti is informálva lesz róla, hogy ő is tudni fogja, hogyha több linket ki tudunk osztani. Az a hogy linkér, akkor ugye keresd direkt engem, a a CryptoMinds, hogyha CryptoMinds-on nézed, ott van a leírásban az elérhetőség, ha konyhéreken nézed, akkor ott van Peti direkt elérhetőség, akkor keresd, kérlek Petit. Jó, akkor ez gyorsan megvolt. Be kell ezt uh, stékelnünk bárhova? Vagy, vagy csak ennyi, hogy megvolt a bridge, akkor nem kell kellni vagy le Nem, nem, lukolni. nincs külön teendőnk. Uh -huh. ja, Jó, kell még bármit aláírni majd ledgerrel? Nem, nem. Jó, oké, okay, akkor visszadugom a kamerámat. <laughs> Szuper. Jó, akkor ennyi a teendő, és uh, ugye mivel az egész arról szól, hogy ugye egy uh, közösség kvázi, szóval nem, 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 nem ilyen, nem affilét, meg nem is... Uh, nem is ez a, a ilyesmi rendszerem az, hogy mondjuk ugye 5 eteromonként az már egy olyan nagyságrend, hogy külön jutalmazza a közösséget, és hogy ebben a közösségben, mivel jelenleg 8 renflink van, ezért ugye 0,5 eterom az a minimum, amivel valaki tud jönni, úgyhogy hozzuk össze minél, minél, többet, és hogyha valaki azt mondja, hogy ő is a baráti körében ezt szeretné, értem szerint, ahogy meg vagyunk akkor belefér az is, hogy a, a, te referál linkjeidet, vagy meghívó linkjeidet tudjuk kiadni a, a, a soron következő tagoknak, hogy národ is meglegyen majd ez az öt. Szuper, úgyhogy mind a két Európa akkor érdemes élni, mind ugye a blur ott Blur tokent kell vásárolni, leginkább a Bybit-tól lehet ezt megtenni, ugye spoton. Ugye a mai nap csak 30%-kal ugrott meg a Blur token ára, hogyha ugye lehet, hogy nézzünk egy csártot, ha már itt vagyunk, és még belefér az időbe. Nézzünk uh, rá, mert ugye itt nagyon érdekes, hogy hogy milyen szépen megy fölfelé a blur a. az... Ja, ja. Egyébként, ha már itt a videóról beszélünk, akkor érdemes a, a Trading View-n fölupgrade-elni magatokat. Éppen most néztem, hogy én ebbe a pluszba voltam, és annyi volt most a a Black Friday ajánlattal a, amennyit fizettem, mint a, mint a prémiumi a legmagasabb, úgyhogy átváltottam e, prémiumra. Oké, okay, Blur, e, hol lehet talán legrégebben talán a kukkoinom? Hát, vagy a, a... Ja, hát nézzük meg. Oké, okay, ezt látjuk. Hát egyrészt ugye látjuk azt, hogy masszívan törte a, a trendet, a lefelé azt Bizony. jóval korábban törte. Ugye, ha itt berajzoljuk, kicsit technikailag elemzünk, akkor 0,19 dollárnál tört. Azóta ugye ment fölfelé, ezek mind búflegek, 200 napos mozgó átlag áttörte, egy búfleget csinált, gyönyörűen visszatesztelte, és ugye a mai nap ment 30%-ot egyébként, meg ugye nézzük meg, hogy az alapkitöréstől mennyit ment. Ugye innen ment... Hát 300%-ot így alsó uh -huh. hangú barátok köszol van a, az elmúlt két napban, meg amióta hogy a 200 naposról visszaúrott egy ot Így van. Értem szerint, hogyha a Blur AirDrop miatt szeretnél belevenni, ugye ez a, a mai az a Binance listing miatt van, hogyha a Blur AirDrop miatt szeretnél belevenni, és korábban nem vettél, akkor lehet, hogy érdemes megvenni, hogy legyen egy ilyen kis konszolidáció mert uh, ugye ez most full parabolikus, az elmúlt három napban fölment 110 százalékot, uh, valószínűleg én hogy legyen egy pici konszolidáció. Nem biztos, hogy hosszú lesz, mert megfigyeltünk pár alatkonyt, hogy például a kaszpa is általában pár napot szokott konszolidálódni, aztán utána a tovább, de jelenleg ugye ez masszív felfelé trendben van, és uh, ugye mivel ez tavaly indult, ezért uh, a tavalyi árat a simán el fog érni, ugye látjuk, hogy itt vannak horizontális ellenállások, 0,825, illetve hogy ez az 1,3 dollár, szerintem ezek nagyon hamar meg lesznek, utána meg ugye ilyen árfelfedezés lesz, mert, mert ugye újabb magasságok jöhetnek, és főleg, hogyha elindul a Blast Layer 2 blokklánc rendesen, valamit ugye a Blur is a, a, ténylegesen a Open City le röki a trónról, akkor azt amit még még csak az elején vagyunk ennek, úgyhogy frankó tartani ezt a tokent. Jó, hogy ugye itt ebben az akkumuláció zónában vásárolgattunk az elmúlt hónapokban. Hogy mekkora konszolidáció ahhoz, csak egy mondatot, hogy azért nagyon sokan csinálják, pont látva azt, hogy jön a, a következő blur airdrop, hogy amit én is mutattam, hogy a season 3 holder pointokat gyűjtik, és ehhez viszont masszívan ott kell tartani a blur tokeneket, szóval hogy me mekkora konszolidáció jön ilyen szempontból, azt nem tudjuk, de nagyon sok ember nem fogja mozdítani a, a tokenjeit. Hát akkor eladási nyomás nem fog jönni, mert ugye nagyon sokan besztékelték, mint ahogy mi is tesszük. A maximum ugye akkor jött akkor egy pici konszolidáció, hogyha ugye mondjuk ezt lekereskedték, akár ezt a Binance kitörést, és ugye profitot realizálnak. Szóval... A, ezt nézzük meg azért itt ebben a konszolidációban, ez mennyi volt. Azért egy 35 benne volt. Én nem gondolom, hogy, hogy akár 35 százalékot most már innen konszolidálódna, de meglátjuk. De érdemes, érdemes készülni arra is, hogy nem befomózni most a csúcson, mert mint ugye itt is látjuk, innen is volt egy 35 Ezek a megelőzőek, mert mindjárt megnézzük, hogy mekkorák voltak, ezek sokkal kisebbek, ez mondjuk ilyen 10 és 20 ok voltak ami egyébként az sem rossz, ahhoz képest, hogyha mondjuk valamibe átlagáras vásárlást akarunk e, hozni. Szép a volumen, gyönyörű, gyönyörű volt mind a kettő kitörés, úgyhogy nagyon frankó. Oké, okay. jó, Peti, van-e még bármi, ami így ezekkel az erdropokkal kapcsolatban fontos? jó Azt nincs. hiszem, elmondtunk mindent. Oké, okay, akkor köszönjük, hogy megnézted a videót. A meghívó linkekért keres engem, illetve Petit, és találkozunk majd a hasonló tartalmakban, úgyhogy... E, e, Sziasztok, hello, hello, csodaszép napot! Sziasztok, sziasztok, hello!